Sziasztok! Ebben a videóban néhány kísérletezési dolgot szeretnék megmutatni, hogy mostanában miket viszek a fotós táskámba, úgyhogy kezdjünk is bele. A táska, amit használok, az a Peter McKinnon és a Nomatiknak a közös kollaborációja. Erről készült is egy videó, ha érdekel maga a táska funkciója, akkor nézd meg. És egy szuper jó hír, hogy a nomatik, amit csak Amerikában lehet venni, amúgy Európában is elérhető gomatik néven. Néhány kiegészítőt beszereztem, meg pár ilyen hordozható fényjel mostanában próbálkozom, úgyhogy mindent meg fogok neked mutatni, viszont előtte jön az intro. mielőtt belekezdünk, Szeretném elmondani, hogy a Focus Nordic elküldte a Peter mckinnon kiegészítőket, valamint az ivata fények, amiket bemutatok, azt is megkaptam tesztelésre. Na, no, nyissuk ki a táskát, nagyon izgalmas, remélem, hogy itt az asztalon nem szedek szét semmit. Hát ö, nyilván itt van a kamerának a helye, meg még objektíveknek. Ez egy állványnak a feje és rátettem valamit. Ezt majd később fogom egy következő videóban elmondani, nagyon-nagyon jó videós van szó. Nos, kezdjük ezzel, ez a Peter McKinnon-nak az accessory bagje, amibe használok, hát különböző kis apróságokat tettem bele, amiket nem szeretném, hogy felsértsen bármit a táskán belül. Ezt amúgy a Small Rig küldte el nekem, és nagyon-nagyon jó úgynevezett Magic Arm, Friction Armok, ahogy látható itt ugye ez csatlakoztatható különböző kolcsú vakupapucs dolgokkal is, de hogyha ezt le bármelyik részét így leszedem, nagyon ügyes vagyok, akkor látható, hogy itt egy egynegyedes csatlakozás van, és ha nem ismernéd azt, hogy mi a Magic Arm Jön majd róla egy teljesen külön videó, de tudni kell, hogy ez az egyik legjobb kiegészítő, amit lehet használni, olyan sokfelé lehet ezt rakni, például, ha a külső monitort szeretnénk a vakupapucson keresztül csatlakoztatni, vagy valamilyen mikrofont, fényeket berakni valahova, és hogy megyünk tovább, hogy még mi van benne, nem csak így van ez, hanem a mondig gyárt ilyen kis klempeket. Ezek a klempek pedig bárhova ráilleszthetőek. Berakok ide egy videót, amikor interjúkat csináltam, és ahhoz, hogy egy jó kis kontúrfényt tudjak használni, ahhoz ezt a klempet és a Mexikarm-ot használtam egybe, ide pedig ráraktam a fényt, pontosan amúgy az Ivata fényt használtam, amiről mindjárt beszélünk. Úgyhogy kettő ilyet tartok ebben a kis accesszori részben, és ha már small rig, ez egy nagyon jó kis eszköz, ha tudod most, hogy mi várok egy picit, akkor kommentbe írd meg. Hát itt, ami a kis felső részébe van nekem, ugye ezt úgy hívják, hogy Rode Wireless Go, és ehhez egy sokkal olcsóbb, mint a Rode eredeti kiegészítője, egy ilyen mikrofontartó, hogyha mondjuk így szeretnék valakivel interjút csinálni, hát ezt a kis tartót is ide teszem be, és ahogy látod, itt van ebben a felső, nagyon jó kis elhelyezésben a Wireless Go. Na menjünk tovább, Szoktam magammal vinni mindig egy külső aksit, ez mindig jól jön, valamint van a problem ez a talán legkülönlegesebb lencs, amivel valaha dolgom volt, és annak van a végén egy kis LED körfény, általában ezt szoktam használni, hogy összekössem az USB kábellel, valamint, hogyha viszek magammal uh, gimbolt, a DJI RSC2, milyen érdekes erről is van már videó, annak a telefontartója van itt. Még egy utolsó dolog, ami ebbe van, ez is egy klemp és egy ö, small kis tartlakozó. Ez sokkal kisebb, de ugye mindig más és más különböző méretekre van szükségünk. Jó, hogy ilyen sokféle opció rendelkezésünkre áll. Na most ezt nem helyezem el szépen, csak becsukom. Ez a Peter McKinnon gomatik Accessory Pack, amit lehet amúgy bármibe is használni, de tökéletesen illik amúgy ide is, ami ugye a Peter McKinnonos backpack. Menjünk tovább. Ez az, amit még nem használok ki, viszont nagyon tetszik. Szeretnék különböző filtereket beszerezni, és ez pontosan arra szolgál, hogy ne kelljen különböző ö, nagy tartókat vinnem magammal, hanem itt majd szépen egybe lesznek a filtereim, úgyhogy ez egy ilyen előzetes kis dolog, ami jó, hogy beszereztem. Na, vannak ilyen tök jó tartók, ezt nézd. Mágneses, Imádom. Ez meg ez nagyon hasonlít, ez is nyilván mágneses. Mi ez a két dolog? Ebbe memóriakártyákat lehet tenni. Nagyon szép szerintem, nagyon tetszik, hogy ilyen vékony a dizájnja, és itt szépen ki lehet csúsztatni az egyes memóriakártyákat. És fér bele elég sok, 1-2-3, 4-5-6. Itt, hogyha nagyobb cfx kártyák vannak, tehát 6 SD kártya, 2 CSFX, és itt még van egy kis tartó, amiben bármi más, akár ilyen mikro SD-ket vagy mini SD-ket bele tudnánk rakni. A másik pedig egy aksi tartó, Annyira jó, hogy nem mással érintkezik, hanem van egy ilyen külön kis tartom az akkumulátoroknak, amibe könnyen kibe tudom húzni. Hármat lehet benne tartani, jobban örülnék, hogyha hat lenne, de szerintem ez is egy nagyon jó megoldás, hogy legyen. Na menjünk át, hát itt van ez a fény, imádom. Imádom az RGB tubligh ez az IVADA Master S fény, ami nagyon sokáig bírja, szuper jó a szín, korrekt megjelenítése, a CRI a -ja 95 pluszos, és imádom ezt a kezelőfelületet is, ahogy itt van, USB-C-vel lehet tölteni az egész egy nagyon-nagyon jó kialakítás, és ki tudja, hogy bármikor hogy kellhet, például amit mondtam, amikor egy interjút csináltam, és nem tudtam magammal vinni egy nagy szettet, ez tökéletes volt rá, hogy adjon egy fényt, amúgy mivel este készült. Na ennek az ivatának, és itt látszik, hogy a backpacknek az oldalába, ami amúgy ugyanúgy mágneses, beleraktam ezt, imádom amúgy ennek külön is a tartóját, és ez egy nagyobb verziója ennek az Ivanta Masternek, megnézzük. Amúgy ez is nagyon tetszik benne, hogy ilyen kis tépőzárral lehet kivenni, rögzíteni. Itt is van egy háló, tehát a csomagolásnak egy külön piros pont. Ez a Master R, amivel annyi a különbség, hogy ez sokkal nagyobb, de egy valamit nagyon kihangsúlyoznék rajta, hogy itt vannak ezek a tekerők, és ez arra szolgál, hogy a diffúzor, ami itt van, még akár egy ilyen vékonyabb fényt tudunk vele csinálni, ez is RGB, lehet használni amúgy nagyon hideg és meleg fényektől is. Ezzel a két fényjel amúgy meg tudok oldani egy, öt, nyilván nem annyira prof, mint egy ilyen stúdiódok, de hogy egy főfény és hátul egy kontorfénynek, vagy ha fotózom, valami videót csinálok, akkor arra is nagyon-nagyon jól tudja, hogy mondjuk valami kreatív RGB színeket használjak. Amúgy már bemutattam, amit háttérben van a digitál fotónak az RGB túbjait, ide megnézheted, és ott megosztok egy nagyon jó trükköt, arról, hogy hogyan lehet a színeket a videóban és a fotózásban, mondjuk ha egy márkával dolgozunk, az ő színeivel együtt kombinálni, ha ez érdekel, akkor ugye, ahogy mondtam, nézd meg. Nos, ezek azok az eszközök, amikkel mostanában ö, kísérletezem, mindennek a linkje ott van a leírásban, ha van kérdésed, akkor kommentben nyugodtan tedd fel, és hogyha most találkoztunk először, akkor ha tetszett a videó, akkor nyomja a feliratkozás és a csengők gombra, ugyanis ilyen, ilyen különleges kis fotós, videós eszközöket mutatok be, de ahogy láttad most is, tippek, trükköket is megosztok, hogy hogy használom, valamint amikor konkrétan használom ezeket, elviszlek téged, titeket konkrét produkciókra, amikor valamit felveszek egy projektet, megmutatom, hogy editálom, milyenek a hangefektek, úgyhogy ha ezek a dolgok érdekelnek, akkor nyomja a feliratkozás gombra és a csengőre is. Remélem, hogy még találkozunk. Szia! Sziasztok!